Augusztus 15-én a Szerencsi Munkás Szent József templom falai között szólalt fel zene a Zempléni Fesztivál programsorozatának folytatásaként. Az előadás Gyöngyösi Levente zeneszerző vezényelte le, aminek keretei között az általa komponált latin nyelvű egyházi kórusművekből hallhattak egy válogatást a megjelentek. A szerző nem hiába világszert elismert, hiszen kórusművészete sokszínű stílusjegyeket tartalmaz a reneszánsz jellemzőitől egészen a könnyű zenéig. A lejátszott dalok közül többet is először hallhatott a közönség, hiszen azok külföldi megrendelésekre készültek. A koncert célja, hogy az emberek megismerhessék és betekinthessenek ebbe a különleges kultúrába. A koncerthez közreműködött Bíró Zsófia fuvola, Maród Bálint cselló, Balog Ádám zongora művészek és a Seventeen Singers énekes együttes tagjai. Kezdőszám, a Nolite Timere egészen a sivatagba repítette a hallgatókat abba az időbe, amikor egy angyal jelent meg a pásztorok előtt. A művet követően Gyöngyösi Levente nagy elégedettséggel köszöntötte a szép számban megjelent közönséget, akik ezen a kellemes nyári estén eljöttek meghallgatni az előadásukat. Számára különösen fontos a kórusműkészítés, hiszen már nagyon régóta foglalkozik ezzel a műfajjal, több mint 80 művet írt meg eddigi karrierje során. Ez idő alatt részt vett kórusversenyeken is zsűritagként, és ez tovább gazdagította benne a műfaj iránti szeretetet, hiszen számos egyedi és izgalmas alkotással találkozott ezeken a rendezvényeken. A második eljátszott mű is egyike az ilyen különleges daloknak, ami a női kar által szólalhatott meg. Címe magyarra fordítva nem más, mint Te benned bíztam Istenem, és a 71. Zsoltár szövegét dolgozza fel. Zenének saját közössége van, aminek Gyöngyösi Levente egy rendkívül kiemelkedő és meghatározó alakja. Szerinte minden zenének saját története van fájdalommal és örömmel szőve, miközben egy jellemfejlődésen is keresztül megy bennük.